Nagyon Balaton a Telekommal. Éves koromban kővágőrs pálkövetet azon a részére kezdtünk el eljárogatni, ott mondjuk nincs vitorlázás, hanem leginkább utána ott is a baráti társaságnak a szülei ott kezdtek el házakat vásárolni, és akkor valahogy akkor már elindult ez a 20 évesként ez a bebíró érzés, hogy a Balaton felvidéke elhagyott házaiba letelepedett városi ember, és akkor az a köré felhúzott programok voltak akkor az egyik irány, a másik irány meg az a Balatonfüred is a vitorlázás közé köré felhúzott másik élet, ami mondjuk főleg azért az éjszakai élet azért ezen a részen volt. Kedves lettem mindig azokat az épületeket, amelyek egyébként ugye a legelhanyagoltabbak, meg a legkevésbé lát benne bárki fantáziát, és akkor úgy érzem, hogy azért vannak itt most így ebben az állapotában, hogy egyszer eljön a pillanat, hogy abból lehet a legjobbat csinálni, és nem is értem, hogy miért nem csinálunk belőle valami jót. Nagyon Balaton a Telekommal. Média partnerünk az MTVA.